Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Zé Kárpát Dániel vagyok, a Jobbik alelnöke, és Jakab Péter jóléti programjának megfelelően ezennel jelentem be, hogy a Jobbik igazságosabbá tenni a családi adókedvezmények rendszerét. Mindig is mondtuk, hogy a családoknak járó támogatások szintjét nem szűkíteni, hanem bővíteni kellene. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az érintett családok nagyjából a családi adókedvezmény összegének egy harmadát, a néhány évvel ezelőtti mérések szerint és a frissek szerint is, nem képesek igénybe venni, pusztán azért, mert nem keresnek eleget. Orbán Viktor ugye a szerinte rugalmas munkatörvénykönyvére és a megalázóan alacsony magyar fizetésekre próbálja építeni a nemzetgazdaság általa elképzelt sikereit. Mi egészen másban gondolkodunk, mi egy tisztességes bérunós koncepció után egy tisztességes bérrendezésre bíznánk a magyar jövőt, és ezáltal rendeznénk a munkavállalók helyzetét. Azt látjuk ugyanakkor, hogy a családi adókedvezmény tekintetében nem jó, ha előfordul olyan, hogy pusztán az alacsony kereset miatt bizonyos családok nem képesek igénybe venni azt az összeget, amit az átlag fölötti életszínvonalon élők pedig nagyon is könnyedén realizálni tudnak. Éppen ezért a mi javaslatunk az, hogy pótoljuk ki az összes családi adókedvezményre jogosult család számára azt az összeget, amit esetleg az alacsony kereset miatt nem tudnak igénybe venni. Köztudott ugye, hogy jóval 600 ezer forint fölött kell keresni ahhoz, hogy a teljes összeg mondjuk egy 3 gyermekes család esetében realizálható legyen. Mi meg szeretnénk szüntetni az igazságtalanságot, mindenkinek szeretnénk gyermeket, támogató kedvezményeket biztosítani, aki csak jogosult rá, és ennek a költségvetési forrását is megtaláltuk. Ha a Budapest-Belgrád vasúti őrületet leállítjuk, és csak a tavalyi, meg az idei önrészként felhasznált összeget megfogjuk, és más célra, erre a célra fordítjuk, akkor valóban növelhető a családoknál maradó összeg. Látjuk, hogy választási év közeleg, Orbán Viktorék ugyanakkor nem a fizetés emelésekben gondolkodnak, nem nyugdíj emelésekben gondolkodnak, hanem prémiumot osztogatnak, egyszerű összegeket kívánnak visszaadni, egy kis részét annak az egész vagyontömegnek, amit elvettek a magyar családoktól. Mi ezzel szemben differenciált nyugdíj emelésben gondolkodunk, abban, hogy a családi adókedvezményt minden jogosult hosszú távon és folyamatosan, tehát minden hónapban igénybe tudja venni, harmadsorban pedig a megalázóan alacsony összegű család családi pótlékösszegét is megdupláznánk, mindezt családi kártyán tennénk elérhetővé, amellyel alapvető élelmiszereket és gyermeknevelési cikkeket lehetne finanszírozni. Ha ez a 3 programpontunk megvalósulna, családonként több 10 000 forintos valódi, hosszú távú és emelésként funkcionáló könnyebbséget tudnánk elhozni, nem egyszeri prémiumot tehát, hanem a jóléti Magyarország felé történő elmozdulással valódi, hosszú távú segítséget tudnánk nyújtani. Jakab Péter jóléti programja elkötelezett amellett, hogy egyszeri osztogatás helyett hosszú távú jóléti pályára állítsuk Magyarországot. Eltökéltek vagyunk, számítunk rátok, számíthattok ránk. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ha változást akarunk, ahhoz kormányváltás kell. A kormányváltás előfeltétele a sikeres előválasztás. Éppen ezért arra kapacitálok mindenkit, hogy helyben szavazzon a Jobbik jelöltjére, vagy a Jobbik által támogatott civil jelöltre, országosan pedig természetesen mindenhol Jakab Péter miniszterelnök jelöltünkre, hiszen a jóléti fordulat jelen pillanatban a legnagyobb eséllyel vele képzelhető el. Köszönöm a figyelmet!